Első alkalommal került megrendezésre augusztus 30-a és szeptember 1-e között a Gospel Zenei Fesztivál Rákosmentek központjában a főtéren. A háromnapos rendezvénysorozatot a Keresztúr Baptista gyülekezet szervezte, az ajándék a városnak mottóval. A fesztiválon Riz Levente polgármester mondott köszöntő beszédet, fellépett Pintér Béla, a Bojki Szólen Gospel Kórus, valamint Gyárfás István és barátai is. Autófestés, kézzel, lábbal, vesszensarok, ügyességi játékok, kreatív foglalkozások, rendőrautó bemutató. Többek között ilyen programok várták a gyerekeket és szüleiket a Gospel Zenei Fesztiválon, délutánonként a főtéren. A nyitó esten augusztus 30-án Pap János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke mondta el köszöntő gondolatait a résztvevőknek. Mi, akik keresztény emberekként itt vagyunk, és szeretnénk adni a városnak, azért tesszük, mert kaptunk. Kaptunk Istentől szeretetet, kaptunk Istentől hitet, kaptunk Istentől békességet, és egy olyan készséget, egy olyan lehetőséget, köszönjük az önkormányzatnak a segítségét, akiknek a segítségével létrejöhetett ez a rendezvény, sok-sok embernek, jó szándékú segítőnek a támogatását, de mindez azért van, hogy tovább adjuk azt, amit kaptunk. Miért jó ez nekik? Mert nagyobb boldogság adni, mint kapni, és azért, mert aki sokat kapott, attól sokat várnak el. És aki sokat kapott, az nagyon hálás, és szeretné továbbadni. Mi is így vagyunk itt, ezen a helyen. A fesztivál első estején hazánk egyik legismertebb dicsőítő evangélistája, Pintér Béla és a Csemeték adta a koncertet. Szeretném, hogy ezt tudnád tartani egészen a végéig. Micsoda bátorság, nagyszerű ritmus érzék, igazán remek. Pintér Béla közel 20 éve szolgál dalaival, számos lemeze jelent meg. Ahogyan stábunknak elmondta, zenéjével, fellépéseivel a mennyországot képviseli. Legfőbb küldetése, hogy dalai a szívekig elérjenek és változást generáljanak. A legfőbb célom az, hogy a mennyország és az emberi szív között megszűnt minden távolság. Isten Jézusban közel jött hozzánk, és nem egy ilyen távoli valaki lett, hanem olyan közel hozta magát hozzánk, amennyire csak lehet, a szívünkbe költözött. És ennek az örömét hirdetem, ez az öröm az, ami megváltoztatta az életemet, ennek kapcsán írom a dalaimat, ennek a tüzében és ennek a fényében élem az életemet, szeretem a feleségemet, és rendezem a családomat, és álmodom a jövőmet. Ez tölti ki az életemet, és hát erre hívok mindenkit, aki csak hallgatja az előadásaimat, vagy hallgatja a dalaimat. Az a célom, hogy az énekek és a ritmuson keresztül, amit ma is itt tettünk a gyerekekkel, táncikra, egyéb dolgok, ezek simán beleférnek, de nagyon fontos számomra az, hogy átjöjjön az üzenet, a lényeg, az, hogy Isten szereti az embert. A keresztény énekes hozzátette, fontos, hogy az egyház kilépjen a négy fal közül, és ilyen programokat szervezzen. A fesztivál vendége volt Szenci Sándor, a Baptista Szeretett Szolgálat vezetője, aki több ízben köszöntötte a megjelenteket, és bizonyságot is tett. Nem hívő családban nőttem fel, nem keresztény közegben, de elindultam 14 évesen, és azt mondtam, hogy kell lenni valaminek, kell lenni valakinek, aki szeret. Ma a Baptista Szeretett Szolgálatnak a vezetőjeként, Magyarország legnagyobb civil szervezetének a vezetőjeként, 3500 ember munkáltatójaként, 190 intézmény vezetőjeként, igazgatójaként, több mint 10 milliárd készpénz felhasználójaként azt mondhatom, hogy itt vagyok. És megtanultam azt, hogy van valaki, aki szeret. A Gospel Zenei Fesztivált a Keresztúr Baptista gyülekezet első alkalommal rendezte meg a főtéren. Céljuk és mottójuk az ajándék a városnak volt. A három nap alatt a programokkal valódi értékeket képviselve, izgalmas zenei műfajok segítségével közvetítettek lélekemelő üzeneteket a népes számú rákosmenti közönségnek, mindezt ajándékul adva.
Ma nagyon sok ember szeretne kapni. Nagyon sokszor a gyülekezetek és egyházak is kapni szeretnének. Mi úgy döntöttünk, hogy mindazt, amit kaptunk Istentől, azt ajándéként szeretnénk továbbadni. Innen indult az ötlet, ajándékozzuk meg a várost mindazzal, amivel mi tudjuk. Alapvetően számunkra nem az a fontos, hogy az emberek a programjainkat látogassák meg, hanem sokkal inkább az a célunk, hogy azzal az Istennel találkozzanak, akikben mi is hiszünk. És ennek a programnak is az a célja legfőképpen, hogy az emberek a dalokon keresztül, a szereteten keresztül, a játékokon keresztül valahogy rácsodálkozzanak arra az Istenre, aki szereti őket. Másnap, augusztus 31-én szombaton a Bojki Szólent Gospel Kórus koncertje előtt Riz Levente polgármester köszöntötte a fesztivál látogatóit. A Gospel Fesztivál az azért is fontos, mert a gospel egy nagyon különleges és csodálatos műfaj. Annak idején a Amerikában elhurcolt rabszolgák életéből született meg, a legelkeseredettebb, a legkilátástalanabb pillanatokban szólalt meg bennük, és az Isten dicsőítéséről szólt. Nagyon különleges dolog az, amikor az ember a legkilátástalanabb helyzetben nem saját magát sajnálja, hanem képes Isten dicsérni, és képes ebből a helyzetből kinézni, fölfelé nézni, és a reményt keresni. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek nagyon fontos tanulság. Talán ezért is terjedt el aztán Amerikán túlra, szerte a világban a gospel, mint zenei stílus, és nagyon fontos az is a jellemzői között, hogy nem csak nagyon kellemes dallamokról van szó, ami nagyon tetszik a fülnek, hanem üzenetet hordoznak a dalai. A gospelnek üzenete van, legelsősorban az Isten dicsőítése és ennek a világnak a szépsége az, amit szeretne megfogalmazni. Ezért jó, hogy ennek a mai fesztiválnak itt Rákos mentén van a helye. A városvezető elmondta, a főtér is azzal a céllal jött létre, hogy ilyen közösségi rendezvényeknek adjon helyet, ezért is külön öröm ez a fesztivál. A szombat estét a Bojki Szólent Gospel Kórus koncertje zárta. Bojki Balázs és énekkar egy-két órás koncert keretében adták át az igazi örömüzenetet, megmutatva a közönségnek, hogy milyen ereje van a zenének és a hitnek.